Táskával a kezében vezetőszáron kíséri a férfit a szexádi rendőrkapitányságra a civil ruhás nyomozó. Itt pedig már a társát motozzák át. A két férfit tolnán fogták el néhány napja. Egyikőjüket régóta körözték. A két hete elindított új körözési lista segítségével állampolgári bejelentés alapján akadtak rájuk a rendőrök. A 35 éves szerb-magyar állampolgárságú férfit kezdetben Szerbiában körözték, majd pedig nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki ellene, mert még 2017-ben kábítószerkereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt indítottak vele szemben nyomozást. Úgy tudjuk, az elfogott férfi az egyik legveszélyesebb droggal, heroinnal kereskedett, de más bűncselekmény miatt is keresték a szerb és a magyar rendőrök is. A férfit azóta a Szerbiában 3 év börtönre ítélték, és folyamatban van ellene továbbá hivatalos személy elleni erőszak büntet megalapozott gyanúja miatt is eljárás. Az elfogása óta a hatóságok most a szerb-magyar kettős állampolgár Szerbiának történő kiadásán dolgoznak, hogy ott meg tudja kezdeni a már korábban kiszabott büntetésének letöltését.